dicsérlek én, dicsérlek téged, dicsér az ég. Napból és csillagok, fény és sötét, napi és hajnalok, dicsér az ég. Felhő és hóvihar, kal és a tűz, meg annyi tiszta dal, minden virél, csak téged hirdet, minden dicsér. Meg mind a bővel, azzal zsugság és büszke vér, minden virél, csak téged hirdet, minden dicsér. Meg mind a bővel, azzal úgy ér, lesz ennyi véken, dicsérlek téged, dicsérlek téged. A nagy világ létével énekel, szavunkra vár, hogy hozzád megtérjen, dicsérjük hát, királyunk nagy nevét. Isten áldott légy, minden miért, csak téged hirdet, minden dicsér. Meg mind a bővel, azzal úgy érnek, ez ennyi véken, dicsérlek téged, dicsérlek téged. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Úrunktól, Jézus Krisztusunktól, a Szentlélek megáldó közösségében. Amen. Szeretett testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 89. Zsoltárunkat énekeljük. A 89. Zsoltárunknak első versét, amely így kezdődik, az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Elfoglalva magasztaljuk tovább Istenünket, és énekeljük a 487. dicséretünknek első kettő versét. 487. dicséretünk első verse így kezdődik: magasztallak én téged, Isten egeknek királyát. Thank you.
mi Isten tiszteletünknek megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Szeretett testvéreim, Isten igéjét ezen a vasárnap délelőttön Mózes első könyvéből olvasom. Mózes első könyvének első részéből, az első 13 versből, amíg Isten igéjét olvasom, a gyülekezet foglalja el helyét, és nyitott szívvel hallgassuk az igét, amely így szól. Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten lelke lebegett a vizek fölött. Ekkor ezt mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. Látta Isten, hogy a világosság jó, elválasztotta tehát Isten a világosságot a sötétségtől. És elnevezte Isten a világosságot nappalnak, a sötétséget pedig éjszakának nevezte, így lett este, és lett reggel, első nap. Azután ezt mondta Isten, legyen boltozat a vizek között, hogy elválassza egymástól a vizeket. Megalkotta tehát Isten a boltozatot, és elválasztotta a boltozat alatt levő vizeket, a boltozat felett levő vizektől, és úgy történt. Ezután elnevezte Isten a boltozatot égnek. Így lett este, és lett reggel, második nap. Azután ezt mondta Isten, gyűjjenek össze az ég alatt levő vizek egy helyre, hogy láthatóvá váljék a száraz. És úgy történt. Ezután elnevezte Isten a szárazat földnek, az összegyűlt vizeket pedig tengernek nevezte. És látta Isten, hogy ez jó. Ezután ezt mondta Isten, növesszen a föld növényeket, füvet, amely magvakat hoz, gyümölcsfát, amely fajtájának megfelelő gyümölcsöt terem, amelynek magva lesz a földön. És úgy történt. Hajtott tehát a föld növényeket, füvet, amely fajtájának megfelelő magvakat hoz, és gyümölcstermő fát, amelynek ugyancsak fajtájának megfelelő magva van. És látta Isten, hogy ez jó. Így lett este, és lett reggel, harmadik nap. Isten tegye áldottá az ő igéjét a mi szívünkben. Adja, hogy az ige magvak számára a mi szívünk jó táptalajt találjon, és 30-60 vagy 100 annyit teremhessen embertársaink épülésére és Istenünk nagy dicsőségére. Gyertek testvéreim, ezért emeljük föl szívünket a mi Istenünkhöz, hajtsunk fejet és imádkozzunk eképpen. Mindenható Istenünk, aki teremtetted a mennyet és a földet, aki alkottad ezt a csodálatos világot, aki alkottál bennünket, embereket, ki lelkedet adtad belénk, hogy igazán közel érezhessük magunkat te hozzád, köszönjük neked, hogy igéd előttünk van, és hangozhat ezen a mai reggelen is. Kérünk téged, mindenható Istenünk, hogy valóban add meg nekünk, hogy igéd a szívünk ígérhessen, hogy eltaláljon oda, ahol lakozást kell neki nyernie. Köszönjük neked, mindenható Istenünk, hogy ezt te meg tudod cselekedni velünk, hiszen formálod a mi lelkünket, formálod a mi életünket, formálsz bennünket teljes valónkban, és megtartod a mi életünket. Úgy, ahogyan énekeltük is, engedted nekünk, hogy egészségben itt lehessünk. Magasztalunk téged, és arra kérünk, hogy most minden olyan érzést, indulatot, amely nem a te igéd szerint való, azt távolítsunk el a mi szívünkből, de leginkább te cseleked meg ezt,
hogy azt az űrt, azt a Te ígéd és szentséged töltse be. Így kérünk a Te lelkedért, légy itt közöttünk, áld meg az ige hirdetését és hallgatóit, Szent Fiadért, a mi Urunkért, Jézus Krisztusunkért. Amen. Ige hirdetése készülve, szeretett testvéreim, a 171. dicséretünket énekeljük. A 171. dicséretünk pedig így kezdődik: megáll az Istennek igéje, és nem állhat senki ellene. Testvéreim, az az ige, amely által közöttetek szólni kívánok ezen a vasárnap délelőttön, írva található az imént felolvasott ige szakaszban, Mózes első könyvének első részében, a 12. versből eképpen: és látta Isten, hogy ez jó. Kedves testvéreim, nyugodalom napot szentelő keresztény gyülekezet! Kezdeném egy olyan nagyon fontos kijelentéssel, amely nélkül a világ ma is kietlen és puszta volna, és nem lenne semmi, és ez a kijelentés pedig úgy szól: Isten szeret. És lehet, hogy azt gondolják a testvérek, hogy kicsit talán túl optimista vagyok, talán nem látom reálisan azt minden helyzetre vonatkozólag, hogy ez a kijelentés igaz lenne, de higgyék el a testvérek, hogyha nem hinném, akkor nem mondanám. Ugyanis, hogyha megnézzük, akkor a Biblia számtalan esetben beszámol arról, hogy Isten mennyire szereti az embert. És vajon feltehetjük a kérdést, hogy de vajon akkor is igaz-e ez a kijelentés, amikor az embernek nehézségekkel szembe állnia, vagy akkor, amikor valami baj történik. És bizony erre az eshetőségre is azt mondhatjuk, hogy igen, ekkor is igaz ez a kijelentés. Azért, mert csak így lehet harcolni a gonosszal szemben, aki szeretne bennünket jó nyakon önteni egy jó kis adag pesszimizmussal, vagy ellenérzéssel. De hogyha az emberben benne van ez a kijelentés, és el tudja fogadni, hogy ez a kijelentés minden esetben igaz, akkor Isten szeretete az nem csak egy ilyen frázis lesz, amit mi mondunk sokszor, hanem egy megélhető mondat. Mert Istennek terve van mindennel, amit létrehozott ezen a világon, és közte velünk is. És ezt bizonyítja az az ige szakasz is, amelyet felolvastam. Van egy kijelentés a teremtés napjaiban, ami olyan sokszor előfordul, hogy ha végigolvassa az ember nem csak azt a 3 napot, amit én az előbb felolvastam, hanem mind a 6-ot, akkor az embernek fia és lánya a végére már meg is tanulja. És ez a kijelentés pedig úgy szól: mindaz, amit Isten teremtett, az látta, hogy jó. Ez tökéletes.
hogy is lenne hibája, mikor ő teremti. Hogy is hibázhatna bármi, amikor Isten maga mondja azt, hogy legyen és lesz, és az, amit teremtett, az jó. Nézzünk csak magunkra. Mindig elcsodálkozom, akkor, amikor az embert figyelem meg, hogy a magunk bonyolultságával, a magunk összetettségével, ami az emberi testben létrejött annak idején, mert Isten azt mondta, hogy legyen, és formálta az embert, létrejött, és mindig olyan csodálattal tölt el. Hogyan? De lehet, hogy nem én vagyok ezzel egyedül, hanem más is rácsodálkozott már ezzel. Vagy az, hogy hogyan van nekem értelmem? Hogyan tudok gondolkodni? Hogyan tudok megérteni dolgokat? Hogyan tudok elfogadni dolgokat? Ez mind-mind olyan dolog, amiről az ember nagyon sokat gondolkodik. És megértjük, vagy nem értjük meg. Amikor Isten elkezd alkotni, akkor ezt nem úgy teszi, hogy na, csináljunk valamit, majd meglátjuk, mi lesz belőle. Nem, Istennek koncepciója van, terve van, Istennek rendszere van, és ebben a rendszerbe illik bele az, amit ő létre is hoz. Kell egy alap, amire ráépül ez az egész, és ez az ő szava. Kell egy alap, amin meg tud állni az egész teremtett világ. Milyen érdekes, hogy kicsit később, akkor, amikor Jézus elérkezik ebbe a világba, mint az ő fia, akkor Isten ugyanezt teszi. Egy alapot ad az ember számára. És ez az alap, ez nem más, mint ő maga, Jézus Krisztus, de erről egy picit később. Isten elkezd alkotni. Ott a világosság. Az élet feltétele, amely nélkül nem lenne semmi. Nem lennének növények, nem lennének állatok, és nem lennénk mi se emberek. Egész egyszerűen azért, mert világosság fény nélkül semmi nem létezne. Isten először ezt hozza létre. Az alapot, a világosságot, a fényt, mert a világosság kell ahhoz, hogy láthatóvá váljanak azok a dolgok, amelyeket Isten a maga csodálatos mi voltában megteremtett. Mert ha nem lenne világosság, akkor nem látnánk, hogy Isten mi az, amit létrehozott. Mert akkor minden csak a sötétség rabja maradna, mi is csak úgy tapogatóznánk, de nem tudnánk rácsodálkozni Isten csodálatos teremtett világára. Az a néhány igevers, amit felolvastam az imént az igéből, csak az első három nap teremtéseit írja le, de mégis mennyi minden benne van, amire az ember rácsodálkozhat. Nézzük sorban, hogy mi is az, amire mi emberek rácsodálkozhatunk. Ott van először a tenger. Isten elválasztja a vizeket. Aztán ott az ég, amit majd díszít madarakkal és halakkal. Ott van a víz, a csodálatosan kéklő óceánok hatalmas nagysága, amely egyszeriben ámulatba ejtik az embert, és egyszeriben olyan talán kis félelmet is ébresztenek mi bennünk, hogy mekkora az, és én milyen kicsi vagyok ahhoz képest, mennyire elveszek abban a világban én személy szerint, amelyet Isten teremtett. És egyszerre csak ott lesz a világosság, és ott lesz a víz és a szárazföld, amely növényeket hoz, és Isten azt mondja, az, amit én létrehoztam, az, ami ott van, az ember szeme előtt is, ez jó. Hát
hogy lenne jó, Isten alkotja ezeket, és amikor Isten szól, akkor elkezd pesdülni minden. Akkor jönnek a növények, jönnek az állatok, és megtöltik ezt a teret, és jövünk mi emberek, és megtöltjük azt a teret, amit Isten létrehozott. Kicsit olyan, mint minden esztendőben a tavasz. Ilyenkor is. A nagy fehérség után, ami mondjuk idén pont nem volt, de vegyünk egy normális telet, amikor hó fed mindent, és a fák azok teljesen csupaszon maradnak, és nem mutatja semmi az élet jelét, csak az állatok és mi, akik azért mozgunk télen is, még jó. Hirtelennyében elkezd melegedni az idő, és elkezdenek kiserkenni a fák. Akkor, amikor az ember ilyenkor kinéz, akkor láthatja azt, hogy csodálatos virágba borul az egész természet, a fák, a növények, minden. És elkezdődik maga az élet. A mai Isten tiszteletünkön erről a csodáról majd a másodikosok fognak beszámolni, a maguk módján. És nekem rögtön, akkor, amikor az ő műsorukat látva, így végigolvastam, akkor eszembe jutott egy nagyon fontos dolog, mégpedig az Istennek az élet igenlő szándéka. És nem véletlenül mondtam azt, hogy Isten szeret, nem véletlenül kezdtem ezzel, mert itt érezhetjük azt, hogy Isten mennyire is szeret. Isten igent mond az életre. Isten azt szeretné, hogy az ember, a teremtett világ minden éljen, hogy virágozzon, hogy kibontakozzon. És most érnék vissza arra, amit az előbb nem akartam még elmondani. Ha azt mondta Isten a világosságra, hogy ez jó, hiszen ezt olvassuk, akkor egy nagyon erős és nagyon hangos, ez jó és igen kell nekünk a világ világosságára, Krisztus Jézusra is. Hiszen nem elég az embernek csak a külső világosságra tekinteni, kell az, hogy az emberben belül az Istennek a világossága megmutatkozzék. Hiszen Isten nem azt akarta, hogy az ember örökös tévejgésben éljen, hanem azt akarta, hogy mindezt, ami a teremtésben létrejött, ami körülvesz bennünket, és így bennünket is, magunkat, az, hogy ebben azt tükröződjék, amit ő létrehozott. Ez a tökéletesség, ez rajtunk is, és bennünk is látszódjék. Isten szándéka szerint azért jött el, ami megváltunk ebbe a világba, hogy elhozza ezt mindnyájunk számára. Olyan csodálatos, akkor, amikor a János evangéliumát elkezdem olvasni, nem tudom ki az, aki próbálkozott már ezzel az elején, kicsit fura, mert ha nem olvassa tovább az ember, akkor nagyon hamar így meg tud rekedni, mert olyan nagyon kuszán kezdődik. Legalábbis a Bibliát először a kezébe vevő ember számára. Talán picit érthetetlen az, ami ott kifejtése kerül, de így kezdődik az evangélium rögtön az első fejezet első versében, azt mondja János, kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. És kicsivel később pedig azt olvassuk, az ige testé lett, és lakozott mi közöttünk. Vagyis az Isten feltett szándéka volt az, hogy elküldi a megváltót, a messiást, a Krisztust, hogy az ige, amely kezdetben ott volt Istennél, most itt legyen velünk, embereknél.
hogy ott lakozzék bennünk, ne csak közöttünk. Jézus és az ő üzenete, az ő élete, az Isten szeretete és életigenlő akarata, az ott legyen bennünk. És ezzel egy új teremtés kezdődött, amikor Jézus eljött ebbe a világba, hogy a bűntől telhelt élet, amelybe az ember beleragadhatna, mint egy posványba, ahol az ember ki szabadulhasson. Egy új tavasz. Ez az, amit jelentett számunkra az, amikor Krisztus belép az életünkbe. Amikor én Krisztust meg tudom vallani. Egy új tavasz. Amikor én is elkezdek rügyezni és kibontakozom. Amikor azt tudom én is mondani, hogy most már nem az a sötétség van bennem, ami eddig volt lelki értelemben, hanem bennem van Krisztus Jézus, a világ világossága, az Isten egyszülött fia, az én megváltóm és az én Istenem. Jézus feltámadása végérvényesen pontot tett az Isten szándéka után, mégpedig akkor, amikor az első húsvéton ott volt az üres sír, nem olyan régen emlékeztünk erre, mert volt egy sor az életünkben, amelyet Isten kijelölt, úgy az egészet, és aztán megnyomta a del gombot. Törlés, nem kell az oda. És egy valamit kért cserébe Isten, azt mondta, hogy hidd el, fogadd el, hogy Jézust én nem csak néhány embernek küldtem, hanem neked is, személyesen. Mindenkinek, aki most itt ül ezekben a padokban, vagy bárhol máshol a világon, ő Jézust megváltóul fogadja el. Csak hidd el, hogy Jézus a te megváltód. És akkor a te életedben is új tavasz kezdődik. Minden világossá válik, ami talán eddig nem lett volna az, és ha Krisztust a te uradnak vallod, akkor talán Isten erre is rámondja majd azt, amire tulajdonképpen minden ember vágyik keresztényként, ez a legjobb, amit mi remélhetünk magunknak, hogy Isten erre, a te igenedre azt tudja mondani, hogy ez jó. Ezért imádkozzunk, szeretett testvéreim, ezért könyörögjünk mindig, hogy Isten megszólítson bennünket, és hogy megtaláljuk a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen. Gyertek testvéreim, imádkozzunk hát ezért a mi megváltó Úrunkhoz. Köszönjük Istenünk, hogy te igent mondtál ránk. Köszönjük, hogy nem hagytál bennünket a mi lelki sötétségünkben, hanem elhoztad a mi megváltóunkat, elküldted ebbe a világba az Úr Krisztust, hogy közöttünk lakozzék, hogy bennünk lakozzék. Add meg nekünk mindazt, mindenható Istenünk, hogy igen tudjunk mondani erre az elhívásra, igen tudjunk mondani erre a kapcsolatra veled, igen tudjunk mondani az életre. Sokszor van az, hogy nehéz ezt megtennünk, mert nem tudjuk, hogy vajon higgyük-e, fogadjuk-e el ezt a megváltást, de hogyha te ezt mi bennünk véghez viszed, hogy elfogadjuk igazából, tiszta szívvel, akkor
számunkra is olyan világossá válhat a te kijelentésed, amilyen világossá vált eddig már nagyon sok ember számára. Mondj ránk is igent, mindenható Istenünk, csak ezt kérjük tőled, és lakozz bennünk. És ha igent mondtunk, és itt vagyunk, akkor a mi gyülekezetünket, az ifjakat, az időseket őrizd meg a te nagy kegyelmeddel. Imádkozunk azokért, akik itt vannak. Imádkozunk azokért, akik beteg ágyak mellett, vagy beteg ágyakban fordulnak te hozzád szabadulásért, testi vagy lelki rabságukból. De imádkozunk te hozzád azokért, akik lelki fájdalmakat hordoznak szeretteik elvesztése miatt. Vigasztaló kegyelmeddel és szereteteddel légy közöttük is. Imádkozunk a mi városunkért. Adj az itt élő emberek szívébe ébredést, hogy akarják meglátni a világ világosságát, ami Urunkat, a Jézus Krisztust. Őrizd meg a mi szerelmes országunkat. Őrizd meg ezt az egész, csodálatos teremtett világot, melyre azt mondtad, hogy jó, és amelyre azt mondjuk mi, hogy ebben jó élni. Tarts hát meg bennünket a te nagy kegyelmedből, szent fiadért. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigyél minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg, szeretett testvéreim, hirdetéseinket. Először fájdalmas szívvel hirdetem azt, hogy az elmúlt héten eltemettük a feltámadás reménységében bízva Tóth Sándor 67 évet élt testvérünket, aki a Szabadságtér 26 szám alatt lakott. Isten adjon vigasztalást a gyászoló családnak. Ha együtt sírunk a sírókkal, akkor együtt örülünk az örülőkkel is. Örömteljes szívvel hirdetem, hogy jövő héten szombaton, április 25-én, 16 órától itt a belvárosi templomban életükre Isten áldását kérik majd Bózsa Bence, Bózsa Gábor és Bózsa Ágnes fia, illetve Varga Judit, Varga László és Ádám Judit lánya. Isten áldja meg az ő közös életútjukat. Hálás szívvel mondunk köszönetet az elmúlt hét perselyes adományaiért és az úrvacsorai jegyekre beérkezett 3000 forintért. Isten áldja meg a jókedvű adakozót. És végül, de nem utolsó sorban hirdetem alkalmainkat, amelyeket a következő héten a szokott rendben tartunk majd meg, mégpedig kedden 17 órától az Újvároson a gyülekezeti teremben tartunk bibliaórai közösséget, szerdán 16 órától a Szentipál idősek otthonában tartunk majd bibliaórai közösséget, illetve csütörtökön 17 órától itt a belvárosi gyülekezeti házban találkozhatunk egymással, elcsendesedve Isten igéje körül. És ha Isten életünknek kedvez, a jövő héten vasárnapon találkozhatunk a templomokban, ugyan itt, ugyanekkor, illetve 9 órakor Újvároson, 10 órakor tehát itt belvároson, illetve 4:12-kor a Szentipál idősek otthonában. Isten legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. És ahogy már említettem, készültek gyermekek mára műsorral. Fogadja az itt levő gyülekezet nagy szeretettel az általános iskolánk második B osztályát, valamint az énekkar szolgálatát,
a felkészítő tanárok, Víg Gabriella tanárnő és Seres Attiláné tanárnő. Sugaras, gajat gombosító, rügyet rojtosító, mindenféle madarakat végversre tanító. Szeretek kiülni, hogy lássam, mi csodák vannak e világban. Pillangók, madarak és zümmögő méhek, illatos virágok, még szellő is ébred. Ha kint üldögélek, mindig is úgy vélem, hogy az emberi létet könnyedén megértem. Hiszen ha mi nem látnánk, s hallanánk mindezt, ki csodálhatná teremtményeidet? Ezért hát, Jézusom, szeretném, ha tudnád, hogy szívesen bámulom, hogyan nő a virág. Már újra van virág, gyöngécske, hófehér, parányi reszkető, de elmegy már a tél. Deres kövek közül kibújt az új remény, piciny hajnal harang gyötrelmek élén. Fagyos hetek után jött, mint a gyógyulás. Azt mondja, lesz öröm, lehet megújulás. Lélek, ne csüggedez, hallgass el út panasz, él még a szeretet, van Isten, van tasz. Istenem, olyan szépek a virágok, szeretem az illatukat, minden egyes szirom tökéletes, s mind oly puha, ragyogó színeik engem is felvidítanak. Köszönöm a virágokat, Istenem, gyönyörű dolgokat alkot. Boldog is vagyok, az is maradok.
sosem, utcán tereked, nem hagyjál sosem. Mindenkit így szeret, mert Jézus a szeretet, utcán tereked, nem hagyjál sosem. Szirén hegyoldalban kertek alján kis csoda, zöld fű között csoportosan nyílik ki az ibolya. Ha lehajolsz, hív magához, árad feléd illata, szemérves, de kicsalta a lany meleg napsugara. Szív alakú levél között virít kék és hófehér, sok szálat köss egy csokorba, s ölelje körül levél. Fölvidít a komorságból, s rögtön új reményre kapsz, ébredezik a természet, újra itt van a tavasz. Barkabontó napsugárka, mézet gyűjtő kis bogárka, rügyfakasztó boldog zápor, csöplevélke almaáknak, fehér szilma megyvirágnak, tavasz éke a világ. Mi szél hozott kis futár? Nem szél hozott napsugár. Kedves gazdát ki lehet? Fűnevelő kikelet. S mi a jó hír, aranyom? Sárgulhat a kalap. Jó a hír, Isten hozott gólya hír. Gólya, gólya, hosszú láb, hol kezdődik a világ? A tó szélén ringanád, ott kezdődik a világ. Gólya, gólya, hosszú láb, hol ér véget a világ? Ha az a tó enni áll, egy tóból áll a világ. Madarak a fák tetején, madarak a sövényen, madarak darolnak a kertünkben, sőt, ott ugrálnak az ösvényen.
Jó kedve derül mindenki, aki hallja ezt a dalt. Mit azért adott a Jóisten, hogy enyhítsen minden baj? Köszönöm Istenem a kis madarakat, kik oly szépen trilláznak nekünk, s vidáman szálló énekük örömre hangolja szívünk. Vérászalkó feszke madár, ja, de régen váltó kis ibolya, a szép óvják kinyílt már nem. Fátyol szárnyú kis méhecskék, zúgva döngve szállnak, cifra lepkék, kék hegyecskék ide-oda járnak. Rózsa, rózsa, piros rózsa, nyitogatja kejét, itt a tavasz lesük várjuk, a csicsergő fecskét. Itt a tavasz, tudod-e, leheletét érzed-e? Virágszájjal rád nevet, virágszagú kikelet. Rád füttyent a bokorból, füttyös madár torokból, rügyesággal meglegint, s érzed, tavasz van megint. Édes Istenem, köszönöm a pillangókat, milyen szépek, röptükben oly szabadnak tűnnek. Szeretnék én is szabad lenni és röpködni ide-oda. Mennyi érdekes dolgot láthatnék. Felröppenhetnék a fák tetejéig, és bekukucskálhatnék a madarak fészkeibe. Kertről kertre szállhatnék, hogy megcsodáljam a szebbnél szebb virágokat. Fölébredt a föld, a hó is elolvadt, felássuk a kertet, vetjük a magokat. Ásunk, kapálunk, mindent megöntözünk, s kertünk áldásában veled gyönyörködünk. Plántát kaptam, megcsókoltam, meglocsoltam, földbe ástam. Ide-ide madarak, jól ültettem, megmarad. Napsugár, te fénnyel, tűzzel, felleg öntözd égi vízzel, kis virágom, ne remegj, bátran emeld a fejed. Itt a tavasz, újra, megint, a nap fényes lángot lövel. Forduljunk mind reménykedve Istenhez, a naphoz közel. Olvadjon felfagyos szívünk, melengesse a szeretet, a virágos szép tavaszban kezdjünk vidám új életet. Thank you.
A gyerekek már igent mondtak, mondjuk mi is igent. Szeretett testvéreim, záróénekül, áldásvétel előtt a 229. dicséretünknek énekeljük el mind a három versét. A 229. dicséret első verse így kezdődik: Hű pásztorunk, vezesd a te árvanyájadat. Fennállva kérjük Isten áldását. Mindezeknek utána Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen. Áldás, békesség, Istennek dicsőség, áldott vasárnapot mindenkinek. Világítani fogok, áldom őt, minden nap és mindenhol. Sára sem állíthat meg, de világítani fogok. Sára sem állíthat meg, de világítani fogok.
Itt teszek, míg Jézus jön, igen, világítani fogom.